A Kereskedelmi és Iparkamara 2009 óta végzi az építőipari vállalkozások regisztrációját, több mint 3000 ilyen céggel van kapcsolatuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezért is fontos, véli a kamara főtitkára, hogy az érintetteket tájékoztassák az ágazatot érintő jogszabályi változásokról, valamint bemutassák a kamara mellett működő teljesítés-igazolási szakértői szervet. Még mindig nagyon sokan nem tudják, hogy mi ennek a szervnek tulajdonképpen a feladata, mi a jelentősége, és szeretnénk erről is egy részletes tájékoztatást adni, hiszen ezzel is szeretnénk segíteni azt, hogy a vállalkozások minél hamarabb a pénzükhöz hozzájussanak, minél jobb kapcsolat alakuljon ki közöttük, és a körbetartozásokat szeretnénk megakadályozni. A teljesítésigazolási szakértői szerv építőipari viták ügyében tud eljárni, szakértői eljárást lehet náluk kezdeményezni, ez nem ingyenes, a kérelemben megjelölt vitatott összeg bruttó 1%-át kell megfizetni, de minimum 60 ezer forintot. Viszont az eljárás 60 napon belül lezárul, és ezzel már egy gyorsított bírósági eljárás is kezdeményezhető, ha nem sikerül rendezni az építőipari vitát. 2013-ban, amikor ez a szerv alakult, akkor azt mondták, hogy a kintlévőségek vagy lánctartozások mértéke körülbelül 400 milliárd forint. Ez már az elmúlt években azért lényegesen csökkent, legalábbis az EVOSZ felmérései alapján, de azért még mindig több száz milliárd forintról beszélhetünk. Évente több száz építőipari vita alakul ki Magyarországon, az érintettek közül évente 2-3 százan fordulnak a szakértői szervhez.